az a furcsaság történt velem, hogy vidéki lokálpatrióta lettem, azért, mert hogy vidékre költöztem, vidékre költözünk, és aztán itt a ház környékén ugye van egy nagyobb kert, és rengeteg madár van benne. Arra gondoltam, hogy csinálok egy videót a környezetünkre való megfelelő reflektálásról és arról, hogy figyeljünk oda a madarakra. Két apropója van, az egyik az, hogy tulajdonképpen ez a vlog azért valamilyen szinten arról is szól, hogy az ember a saját ilyen életét valamennyire jegyzetelgesse. Egyrészt, másrészt pedig azt is gondolom, hogy ha már rezervátum, akkor ez is egy olyasfajta érték, ami mintha úgy kipusztulóban lenne. Még a gyerekkoromban egész sok olyasfajta műsor volt, ami foglalkozott a környezetvédelmével valamilyen szinten, és mostanra már ez valahogy úgy, mintha visszaszorulóban lenne. És hát a madarak pedig különösen érdekesek. Tehát az, hogy mennyire szorítjuk ki őket az élőhelyükről, úgyhogy akkor ezen érdemes egy picit elgondolkodni. Ráadásul ilyen személyes kalandom is volt itt nemrég. Jelenleg a végkifejlet az még nem egyértelmű, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Sürgősen fel kell iratkozni, lájkolni és beállítani az értesítést, mert ez egy szuper csatorna. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Tehát ahogyan mondtam is, a ház körül tényleg elég sok madár van. Tehát van ugye fekete rigónk, a szomszédból átjár egy gerlepár, ami szokott huhogni. Szemben a háznál rengeteg, a szomszédháznál rengeteg veréb van. Hát tényleg nagyon sok madár van. Ugye a házi rozsdafarkó, ez egy általában a ház körül él, mint azt a neve is mutatja. Ellentétben mondjuk a kerti rozsdafarkúval, tehát ezt jól tudni, hogy kétfajta rozsdafarkú is van, az egyik a házi, a másik a kerti. Mind a kettő elég szép madár egyébként. Építek nekik egy odut. Na most itt kezdődött a probléma, és tulajdonképpen bizonyos értelemben ezt a videót ezért is csináltam meg, hogy másoknak is felhívjam a figyelmét erre, hogy ugye én régebben építettem odut, többfajta madárodut, alapvetően ilyen kisebb madaraknak építettem. Ha megnézitek, rákerestek a neten, azt látjátok, hogy van A, B, C, D fajta odúépítés, tehát különböző oduk vannak. Attól függően, hogy milyen madárnak akarod az odut. Hogy vannak az egészen pici madárfajok, mit tudom én, különböző ilyen kisebb cínegefajok, amiknek egy kisebb oduméret kell, illetve nem is az odu kisebb, hanem a bejárata egyébként. 2,8 centis, tehát gondoljunk bele, ez nagyon picike, ugye kis 3 centis, és a pici madár azon be tud menni. Aztán vannak azok, amik egyen nagyobbak, tehát azok még mindig kicsi madarak, de egyen nagyobbak, mit tudom én, széncínege, ilyenek. És aztán vannak azok a madárodók, amik olyan madaraknak vannak, amik szeretik költés közben látni azt, hogy mi zajlik a környezetükben. Ezeknek egy picit nyitottabb a teteje, hogyha megnézitek. Illetve hát vannak azok, amik meg kimondottan nagyobb madaraknak vannak. Bagyoknak, stb. Tehát ezt a szakemberek tudják. Én sem vagyok nagy szakember, de hogy ez tényleg érdekes, amikor nagyon benne voltam ebben az odukészítésben, és elég jó odukat csináltam, mit tudom én, 15 évvel, vagy 20, nagyon tüktig módon kimértem precízen a bejáratot, stb. Most ami miatt meg is csináltam ezt a videót, az, hogy most itt azért ez egy kicsit mellé ment. És hát, hogy végül is a nézők közül, ha valaki ilyenre adná a fejét, szerintem érdemes, mert nagyon-nagyon helyes dolog látni azt, hogy ezek a kis madarak hogyan fészkelnek be, stb., akkor ne azt csinálja, amit én. Én régebben egyszer készítettem egy-két tényleg a ház körüli nagyon sikeres odút, ami ugye nem itt, hanem máshol persze, amibe beköltözött vörösbe egy cinege, stb., tehát tényleg nagyon, nagyon jól ment, és akkor tényleg nagyon precíz voltam. Na most viszont nem. Elkezdtem összerakni az odút, most nem voltam annyira precíz, kevesebb is az idő, haladjunk is, faanyagom sem volt igazán jó pontosabban, eszközeim, stb., hát akkor most akkor nekilátok. És aztán ugye az történt, és hát jelenleg itt tartunk, hogy összeraktam egy odút, ezt itt látjátok is, hát összeraktam egy odút, csak hogy ez az odú, ez egy picit úgy épült, hogy az kezdetben ugye ilyen, mint valami cinege odú, és amikor a felénél jártam, itt ott eszembe, hogy hoppá, hoppá, Tamáskám, lehet, hogy nem ilyen kéne, mert hogy ugye vannak azok a madarak, és ez a C-típusú odú való a házi rozsdafarkúnak egyébként, amik, ahogyan mondtam is, szeretnek kilátni. És tulajdonképpen hát most ott járunk, hogy van, született egy ilyen hibrid odú, ami végül is a kvázi az ilyen cinege, meg ilyen kis
kisebb madaraknak lenne elvileg jó, de nem fúrtam ugye a bejáratot, hanem nyitottabb a bejárat, és akkor ezen gondolkozom, hogy vajon ez megfelelő lesz-e, vagy egyébként levágjam az alsó felét, ugyanis itt az a gond, hogy túl mély, túl hosszú, ennek lehet, hogy egy kicsit kisebbnek kellene lennie, hogyha valaki ért hozzá egyébként madarász, az nyugodtan kommentáljon rá. Szerintem egy picit kisebbnek kellene lennie, alacsonyabbnak, hogyha belerakja a fészkét, akkor lássa a környezetét. Sőt, egyik barátomnak egy szürke légykapó család költözött be a Szimpra madáretetőjébe, egyébként az ablakban, tehát ők egy társasházban laknak, és ott az ablakba költözött be ez a madár, és egyébként rendkívül jó felvételeket is tudtak csinálni, ezeket is ide berakom, amik arról szólnak, hogy hogyan költenek a kis madarak, hogyan repülnek ki, stb. Ha megnézitek, az a faj is olyan, hogy nem ilyen lukasodúba szeret belemenni, mint mondjuk a cínegék, hogy tényleg van egy fa, és akkor azon belül van luk, hanem egyszerűen ezeket a kilátósodúkat kedveli, és nem véletlen, hogy oda költözött be, mert ebből egészen egyszerűen jobban kilát. Tehát ha belegondolunk, mondjuk adott egy ilyen madáretető, amiben fészket rak, és akkor minden irányból lát, és hátul pedig az ablak van egyébként, ami valamilyen módon megvédi őket, és őket érdekes módon nem zavarta az, hogy az ablakon belül mi van, mintha nem látnának be. Viszont kifele pedig van egy ilyen védettség, és az eső ellen is végül is védve vannak. Az átlag madár az egy nyáron ugye kétszer-háromszor is költ, de hát ez azért is problémás, mert ugye az ember az egyre inkább szorítja vissza az élőhelyüket, ugye ahogyan vágják ki a fákat, a bokrokat, stb., egyre kevesebb költőhelyük lesz. És általában ugye nem ugyanabban a fészekbe rakják az újabb tojásokat, tehát azok sokszor tele vannak kórokozókkal, vagy milyen mindenféle bármivel, bolha, stb., akármivel, élősködőkkel, és ilyenkor tovább mennek, azt ott hagyják, és csinálnak egy másikat. Ennek megfelelően azért ez egy elég lényeges szempont, hogy legyen megfelelő költési helyük. Ugye itt a ház körül is egész sok ilyen-olyan bokor van, és egy részét ezeknek nem véletlenül nem szeretnénk kivágni. Ugye itt korábban szemben volt egy-két nagyobb fenyőfa, ami recseget, ropogott, és akkor azokat ki kellett vágni, de az lenne a jó, hogyha azért lehetőség szerint ezekből a fákból, bokrokból minél többet meg tudnánk tartani, hogy tudjanak beleköltözni. Na most, hogyha valaki még ilyenre adja a fejét, hogy odukészítés, tehát ez az egyik, amit nézzetek meg, hogy egyrészt, hogy milyen fajták vannak, és milyen madárnak szeretnétek, és a szerint csináljátok, mondom, mert egyébként tényleg megéri nekem, mondom, egy régebben csináltam, és olyan helyes madarak költöztek bele, tényleg az a vörösbegy is nagyon szép madár, olyan kecses, és akkor ilyen helyes éneke van, nagyon-nagyon szerettem. Ez az egyik, amit nézzetek meg. Másik pedig egyébként az, hogy nem a túloldalra sem érdemes átesni, nem lehet telerakni egy-egy területet. Ez itt egy viszonylag nagy kert van, többet is el fog bírni, több odút, de egyébként nagyon sok odút nem lehet csinálni. Tehát megvan az, hogy körülbelül egy bizonyos területre mennyi madár jut, és akkor annyi odút tudsz kirakni, amennyit ki tudsz. Tehát nagyon azt nem tudod megcsinálni, hogy telerakod madárodúval a kertet minden bokorba, és akkor mindenhova jöhet. Apropó, itt vannak ugye ha megnézik, a fekete rigó. Nagyon helyes, több fekete rigónk is van. Az egyik van egy ilyen nagy diófa, annak a tetejére szokott felszállni, hogy kihúzza magát, és akkor ott koncertet ad. Tényleg zseniálisak. Én mondjuk gyerekkorom óta nagyon szeretem, hogy van ez az Európa Madarai című könyv, ami tényleg nagyon megszerettette velem. A gyerekkorunkban csak ugyan még a rádióban is volt ilyen madarász műsor, amiben emlékeim szerint talán Schmittegonnak hívták, ő beszélt a különböző madarakról, és arról, hogy melyik hol él, és a madárhangokról, amit egyébként úgy
tényleg érdekesnek tartottam. Tehát, hogy fölvett madárhangokat, és akkor ott megmutogatta, hogy melyik madár hogyan énekel, hogy csipog, stb. Tényleg egy érdekes műsor volt. Mára már szerintem ilyet nem tudnánk elképzelni. Ez megint csak az a fajta kicsit ilyen kultúra rombolás, amiről is sokat szoktam beszélni, ugye? Tehát, hogy tényleg ez a kinyer ma játék és muzsika 10 percben, vagy mit tudom én, a vers mindenkinek, vagy a mondjuk ez a madarászni, és ezeknek azért elég komoly szerepe van mondjuk egy-egy társadalom, vagy bizonyos értelemben valamifajta ilyen értéket átad, vagy továbbad, olyasfajta értéket, amit fenn kellene tartani. És szerintem mondjuk a természetvédelme, illetve általában az, hogy a madarakról valamennyire gondoskodjunk, az ilyen érték. Na most hát ugye a jövőre nézve azért én majd be tudok számolni arról, hogy mi történik, tehát hogy beköltöznek-e az Oduba vagy sem, de egyébként én elég erősen gondolkozom rajta, hogy csináljak egy jobb Odút. Nem tudom, ebbe költözne bele milyen madár, ugye, mert a cinegéknek túl nagy a bejárat, a másiknak meg túl mély az Odú, szóval azért nem egyszerű. Szerintem volt egy korábban egy másik Odú, amit összeütöttem, az csak egy luk volt, egy fán, egy fatörzsön, és akkor az alapján megcsináltam, de szerintem az a baj, hogy az meg túl kicsi volt a belső része, tehát hogy az meg azért nem működött. Lehet, hogy nekilátok, és csinálok egy nagyon precíz C-típusú Odút. Egy szép napon fogom magam megint, azt már jobb anyagból, jobban rákészülve, úgyhogy ne legyen túl mély az Odú, szuperül ki lehessen látni. Erre akartam felhívni a figyelmet, innen folytatjuk, ez most nem politikai vagy társadalmi, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk, szevasztok!